A műsor támogatója a Király Express Pizza és Grill. Újra tanévzáró fesztivál. A támogatóknak köszönhetően már negyedik alkalommal foglalják el a diákok Kecskemét főterét. Általános iskolások, középiskolások mérik össze erejüket és versengenek azért a címért, hogy idén ki lesz a legjobb iskola. Én pedig zenélek. DJ a Fús. Mint minden évben idén is a diákok állomásokon mérettetik össze magukat, és az egyik ilyen állomás az Aszukára Autós Iskola állomása. Ő itt Aszódi Dávid, az Aszukára Autós Iskola tulajdonosa. Ez tök jó, hogy ezt a PlayStation-t kihoztátok, de gondolom ennek van olyan értelme is, amit tudnak hasznosítani a diákok. Mi ez? Hát így van, ugye hoztunk ki hozzá PlayStation-hez ugye a Konzol Király közreműködésével hoztunk ki hozzá kormányt, illetve pedálokat, tehát nyilván ugye ez a rendes autóvezetés szimulálja. Maga a játék az, hogy egy kétkörös résztvevő által választott autóval mennek végig a versenyen, és a legjobb időeredményt írjuk fel, és a csapatok közül ugye a legjobb időeredmény kerül fel majd egy táblára, és akkor azok alapján kapják a pontokat. Akkor ez ilyen ügyességi verseny. Ügyességi verseny, így van. Így. Egy teherautó hátuljában van ez az egész szimuláció, meleg is van, és egy kicsit próbáltunk a levegőt lemodellezni egy ventilátor segítségével, mint hogyha szélvédő nélkül mennének a napsütésbe. És fogadjunk, az a lényeg az egésznek, hogy aki nagyon ügyetlen, az kap egy kedvezménykupont az Aszukára Autós Iskolába. Így van, így van. Tehát aki faltól falig megy, annak tudunk segíteni ezt a vezetési technikát elsajátítani, és akkor az autós iskolánk várja szeretettel kedvezmény fejében. Na menjünk tovább! Minden évben nagyon jó hangulatban zajlik ez a rendezvény, és idén 14 iskola méretteti meg magát, ami eddig csúcs. Csúcs, és hát lassan kirőjük Kecskemét főterét, csak már azt nem tudom, hol fogunk tovább menni. Most jelenleg egy következő állomása. Minden évben nagyon népszerű a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság állomása, ahol megmérik azt, hogy ki fut a leggyorsabban trafipaxszal. A Bács-Kiskun megyei főkapitányságnak a helyszínén vagyok. Van itt egy ilyen szemüveg, ez azt szimulálja, hogyha alkoholos állapotban kellene akármit is csinálnatok, mondjuk járművet vezetni, biciklit, autót, motor, bármit, akkor mi történik. De most nem járművet fogok vezetni, hanem erre a rúdra fogok két poharat föltenni, már ha föltudok. Jesszus már ilyen. Ilyen részeg még sose voltam, hogy így lássak. A rudat nem szabad megfogni. Ezt próbáljam meg. Ide. Hol van a rúd? Rohadtul nem látok semmit. Megvan! Az első sikerült. És ezt most kéne rátegyem a tetejére? Úgyhogy ne essen le. De... Mondjátok meg a pohárnak, hogy ne mozogjon. Nagyon ügyes vagyok. Ez a kábítószeres szemüveg, azt mondják, ez durvább. Kipróbálom ezt is. Aha. Jesszus Mária. És ez melyik kábítószert szimulálja? Mint például? LSD, ilyesmi? Nagyon jó. Egyébként elmondom, hogy a pohárból így kb. 3-at látok, tehát így áll az egész. Az a baj, hogy rájöttem a technikára is, igazából. Mivel józan vagyok, be tudom lőni azt, hogy ha ide nem megy, akkor valószínűleg hátrébb kell tenni. Your feelings
Egyébként elég könnyen rá lehet jönni, hogy hogyan lehet ezt megoldani, de ezt nem azt jelenti még, hogy ittas vagy drogos állapotban kell vezessetek. Drogot szedni rossz dolog, legyetek jók, ne szedjetek drogot, értem, mert az rossz. Na, menjünk tovább a következő állomásra. Az ügyességi vetélkedők mellett azért vannak oktató jellegű vetélkedők is, mint például a Magyar Nemzeti Banknál, itt a standon, egy 5000-est, vagy egy 20000-est, vagy 1000-est, meg nem tudom még milyen pénzt kell így összepazolozni. Egy tök jó feladat, hogy a pénznek a súlyát is megérezzék, hát szó szerint a súlyáról van szó, mert ott mind már ledarált pénz, ugye használaton kívüli pénz, és azt kell egymásra pakolgatni. Kurva meleg van! És a Magyar Honvédség is kint van, mégpedig a toborzó irodájuk. Szeretnék megismertetni a fiatalokkal egyrészt a katonai életet, és ki lehet próbálni a lézerpuskát. Talán azt hiszem így hívják, majd ezt mindjárt megkérdezem. És hát most én ezt le is tesztelem, hogy működik. Rájöttem, hogy működik! Igen. Ez baromi jó! És ez gyakorlatilag ilyet lehet venni, vagy ez csak a tietek? Nem, ilyet lehet venni, bárki megvásárolhatja. Úgy néz ki, a lövéshez is értek. Úgyhogy nem mondhatjuk, hogy lövésem sincs. Jaj, de szar volt! Mivel kitaláltam, hogy mindent kipróbálok, így persze az autóvezetés sem maradhat el. Most megverek mindenkit! Akkor jó vagyok? Elég. Ebbe is jó vagyok. 3.44, volt valaki 4 perc alatt? Nem. Nem? Haha. Két csapat nem. Aszukál. Amíg a többiek vetélkednek, eljöttem egyet fajázni ide a nagymama kifőzdébe, a főtére. Egy 1000-esért tök jó menüt kaptam. A szamóca leves, tele van ilyen nagy szamócákkal. Nagyon jó. Bocs, a főzelék már nem ennyire jó. Ilyen kis apró borsók vannak benne. Meg egy picit szóltam. Azért nem rossz. Mondjuk ennyi pénzre nem álltunk. Gurmék vaját. Viszont a fasírt nagyon jó. Azt tényleg. Próbáltunk keresni egy olyan helyet, ahol benne van a rendezvény. Közben itt megmutatom, mert hogy itt vagyunk én még mindig a Kecskeméti főtéren, és Dóka Ági az egyik főszervezőnk, akik mióta szervezitek ezt a rendezvényt? Hát most már harmadik éve. Harmadik éve, mert egyébként ez a negyedik tanévzáró fesztivál, és annak a nagy futama, és hát ugye a bálon találkoztunk legelőször, azóta dolgoztok már ezen a bulin. Igen, bál után kezdtük el konkrétan egyből a szervezést. Hány ember dolgozott ezen a rendezvényen? Nagyjából. Hát, hogyha az önkénteseket is, meg mindenkit beleszámolok, akkor egy jó 70-en biztosan vagyunk. 70 ember dolgozott azért a rendezvényért, hogy a kecskeméti diákok itt lehessenek kint a főtéren. Alapvetően igen, mert 50 önkéntessel dolgozunk ma. Atya úristen. És egyébként ezúttal is szeretnénk megköszönni Kecskemét városának, hogy ismét lehetőséget biztosítottak arra, hogy mi itt lehessünk a főtéren. És hát nem csak a főtéren, hanem utána hova megyünk? A vasútparkba este, mindenkit 5 órától várunk majd. Mert hogy ott lesz a tanévzáró fesztivál bulia, a Supernem koncertjével, aztán a Pixozenél, Jackwell, Wilcox, és a Katapult DJ fogja zárni 2-től 4-ig. Milyen érzés? Jaj, nagyon jó, ráz a hideg. Ráz a hideg a 40 fokban. Na, menjünk tovább!
Mit csinálsz? Facebook live-olsz? Aha, gondoltam. Na, live-olj egyet. És mint minden évben, idén is kint van a Neumann János Egyetem gonfkara, ő így John, aki ezekről a motorokról beszél most nekünk. Kezdik a narancssárgával. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A narancssárga egy 250 köbcentis KTM-es blokkos benzines motor, ami a 2018-as Motostudent versenyre készült, együtt a kékkel, ami viszont elektromos. Ez az elektromos motor, az pedig John építette azt a motort. Ezt ki építette? Ezt a másik csapat. A másik csapat. Nem aki... egy személy építi, többen. Ja, többen. Szóval benne a csapatban. Ó, értem. Oké, és akkor a narancssárga motor, az már megjárt egy versenyt, meg a kék is? Igen, ugyanazon a versenyen vettek részt, külön van rendezve benzinesnek és elektromosnak is. És mi a legjobb eredmény, amit elértünk? A legjobb eredmény, amit most el tudok neked mondani, az elektromoshoz tartozik. Az időmérőn a második legjobb kör futotta, tehát ő volt majdnem a leggyorsabb. És a versenyen is előre töltünk a hetedik helyről a harmadikra. Valamint ez lett a legkönnyebb motor az összes elektromos motor közül, ugyanis, mint látható, 107,5 kg-ot nyom az egész motor akupakkal együtt. 107 kg az egész motor? 107,5 kg. Most csak összehasonlításképpen, a benzines az milyen súlyú? A benzines, mint látható, 105 kg. Ezt hát megpróbáltuk 100-zal elkarcolni, de nem sikerült sajnos. Akkor itt ami a súlyt megnyomja, az az akupak, ugye? Igen, itt az akupak a meghatározó elem és a motor mint meghajtó egység, mert ugye vasmaggal rendelkezik, részhúzalok vannak benne, ami nagyon sok súlyt nyom, és az akkumulátor is elég sokat nyom be. Egy akupak körülbelül 30 kg tesz ki. És hány kilométert tud elmenni ez a motor versenykörülmények között, meg simán, ezt tudjátok? Ezt mértétek? Versenykörülmények közt mértük, 25 km, az az 5 kör megtételeire elegendő energia van benne. És mennyi idő alatt tudjátok feltölteni? Feltölteni az elektromos részleg szokta, körülbelül 5 óra a feltöltési ideje. Oké, tehát itt most ne tessék el kommentelni, hogy mennyire szar az elektromos motor, mert ez egy versenymotor, tehát igazából ez egy tök más kategória, ennek az utcai változata szerintem az 50-es hét el tudná menni. Hát, persze, de az nagyon félgázzal. Félgázzal. Jó, de fejlődik ez, tehát Kecskeméten elektromos motor is épül. Úgyhogy, akit érdekel ez a téma, meg lehet nézni? Egyébként szoktak ilyen nyílt napok lenni nálatok? Igen, az egyetemen van nyílt nap, ott bármikor jöhetek, ki szoktunk állítva lenni, és az rendezvények, amit meghívnak minket, szintén kiállítunk, ahogy most is. Tehát, aki nem hallotta, mert egyébként ott nagyon próbálgatják ezt a, nem tudom mit, mindegy, ez egy feladat. Szóval aki ki akar menni az egyetemre, az megnézheti mindegyik motort és mindegyik járművet. Ez lesz majd az új motor? Igen. 2020-ba. Elektromos, benzines? Már csak elektromos kategóriába indulunk. Már csak elektromos kategóriába indulunk. Durva. Köszönöm szépen. Igazán is mit. Ez hogy sikerült? Hát ilyen az, ha az ember dolgozik a napon, és mit csinálja. Milyen érzés? Nagyon jó. 40 fokba főleg. Ennyi. Egy-két állomáson már végeztek, úgyhogy... Elfoglalják magukat. Jó. Amit láttátok, fantasztikus hangulat volt Kecskemét főterén. Az ifjúság tényleg birtokba vette Kecskemét város történelmi főterét, és most folytatódik a tanévzáró fesztivál az esti bulival, úgyhogy megyünk ki a vasútkertbe.